Jó estét kívánok, Gruppen Morgan for everybody. Lakatos László vagyok. Először is szeretném mindenkinek megköszönni, hogy szavaztak rám és segítettek, hogy eljuthassak idáig. És nagyon remélem, hogy nincs köze egy névtelen levélhez, ami az ombudsmannal fenyeget, mert arról én semmit nem tudok. Egyébként a gyorsan jött hírnévnek hála már rengeteg levelet kaptam a közösségi oldalon. Két részre tudnám őket osztani. Az egyiket hölgyektől kaptam, amiben röviden az állt, hogy vállaljam fel a gyereket és fizessek gyerektartást. A másik pedig hivatalos levél volt, abban pedig az szerepelt, hogy szíveskedjek befáradni a Józsefvárosi rendőrfőkapitányságra kihallgatásra. Most innen szeretnék üzenni, hogy mindenkit be fogok perelni. Nagyon szépen köszönöm. De mivel tényleg váratlanul ért, hogy tovább jutok, az előző találkozásunk, vagy szereplésem óta gazdagabb lettem egy mellékállással, taxis lettem. Sokat gondolkoztam, mi az a munka, ami számomra nekem testhez álló lenne. Ügyvéd, börtönőr, focista. A taxis mellett döntöttem. Hogy miért? A taxisokat utálják, most ez tény. A cigányokat szintén. Na most úgy gondoltam, hogy a két negatív hátha üti egymást. Nagyon nem. Az első estémen, péntek estémen már megvolt az első konfrontálódásom. Piros lámpa, állok, várok, zöldre vált, indulnék. Erre egy fiatal ember és a kedves párja hullarészegen a zebrán szalongozik előttem. Most új ember vagyok, vártam, elhelyezkedtem kényelmesen, ráfeküdtem a dudára. Nevezzük ezt a fiatal párt bátornak és bátornének. Na most, amikor bátor az autó elélt, benézett és így szólt. Csök taxis cigány, menjél überezni. Most nem azért, hogy lehet valakinek ilyet szólni az első estén, hogy menjen überezni. Azért tettem le a vizsgát. Erre fel én persze, nem vagyok szívbajos, azonnal szóltam neki. Etettem őt rákkal, kínáltam magamat neki, de... Legtöbbnyire a pipámat emlegettem neki és bátornének. Mondtam, ezt szívhatjátok, tüdőzni, torkozni, ahogy jól esik. A kollégák viszont mondták nekem, hogy az ittas hölgyekkel vigyázzak. Mert hajlamosak felkínálkozni, fizetséggyanánt, vagy behányni a kocsiba. Jó páros, ez azóta se történt meg. Sajnos. Mármint az első fele, mert a hányást azt tudnám. Viszont még aznap este, már a 4-5 órás limitet elértük hajnalba, kezdett vége lenni az estének, egy úriember megintett. De amikor megláttam, pajtás. Ha a rendőr akadémiából megvan a Hightower, és csuvakkával kevered, hibridnek kijön a csávó. Beszáll, elkezdünk beszélgetni, milyen volt az este, stb. Stb. Mondja, jó, jó, egy baja van, nem tudott szexelni. A jutalék már itt volt, már éreztem. Na, barátom, a legjobb helyre jöttél be, hogy ültél be. Gyönyörű lányokat ismerek, az ár kedvező. Tehát elkezdtem vele viccelgetni, hogy belemenjen ott, te nagy vagy, mindenhol. Téged biztos csípni fognak, nem fognak elfelejteni. Nevedgél, azt hittem, jó vagyok. Tehát ránéz és így szól. Én a pasikat szerettem. Azonnal leblokkoltam. Tehát szerencsére sok dokumentumfilmet néztem, és eszembe jutott, hogy az állatok megérzik a félelmet. Úgyhogy azonnal folytatnom kell a beszélgetés, hogy neki ne tűnjön fel.
annyira be voltam fosva a csávótól, hogy ennyit tudtam mondani. De az jó. Hogy annyit tudtam, hogy az jó, én is. Na most jött az a rész, hogy elkezdtem fohászkodni az égiekhez. Jézus nem jelent meg, csak édesapám. Lacika, ne átkozódjál, mert visszaszáll. Eszembe jutott Bátor Bátorné. Annyira szivattam volna velük a pipámat, hogy engem fognak megpipáztatni. Ezt nem hagyhattam. De mivel? Nem tudtam, hogy kicsi csuvi, a célszerszám melyik végén helyezkedik el. Gondoltam, lecsapok a megszokott helyemre. Hogy belekezdtem és stílust váltottam. De egyébként a börtönbe jöttem rá. 15 évet ültem. Nem vagyok rá büszke, de imádom az erőszakot. Fiatal koromban ez jó volt, ez segített hozzá, hogy magyar bajnok boxoló legyek, kempós. Most folytattam a hülyeséget, a csávó már rám se nézett. Kifizett minden rendben, de az agyam annyira ráállt a hülyeségre, hogy a végén még odaszóltam neki. A szájjál ki! Visszanéz, mit mondta? Semmit, szia, szép estét! Szia, szia! De mielőtt még azt hinnék, hogy csak rossz dolgok történnek velem, van jó is. Elkezdtem ismerkedni egy hosszú kihagyás után az interneten. Ilyen fiatal, os, 40 éves milf kivéllyel, akinek egyelőre Lantos Lászlóként mutatkoztam be. Jobb félni. Ugyebár. Egyébként ez az internet érdekes dolog, nekem még ezt szoknom kell, mert az én időmben személyesen élőbe kellett megbökni a hölgyet, nem fészem. De hogyha már nosztalgiázunk, az utóbbi időben gyakran kaptam meg azt a diszkókon, hogy pervers bunkó vagyok. Most nem azért, hogyha a nő így táncol. Akkor egyértelmű, hogy felveszem a fonalat és közeledek felé. Na erre kaptam meg, hogy pervers bunkó vagyok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket.